Katonai hagyományőrzők közreműködésével tartottak Szekszárdon megemlékezést a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója alkalmából. A program részeként a helyi Bezerédi István Technikum diákjai adtak műsort. Sűrűbe száll, ha érthetnélek, süllyedő, ólom szívű, múlt idő, elmondanád, hogy van hazám. Alvóhóval álmodom, a téllel nem barátkozom, ingyen gabátom, lélek ruhám. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere arról beszélt a megemlékezők előtt, hogy Trianonnal hazánk mérhetetlen károkat szenvedett el, és mint akkor most is nagyhatalmi játszmák áldozata lehet Magyarország. Mindennél nagyobb szükségünk van most Isten áldására, hiszen ahogy épp egy héttel ezelőtt a Magyar Hősök emléknapján is elhangzott, a harmadik világégés küszöbén állunk, és minden erő arra igyekszik kényszeríteni bennünket, hogy résztvevőivé váljunk ennek a vérontásnak, ahol már most is kárpátaljai nemzettársaink adják életüket, áldozzák gyermekeik jövőjét. Ahogy nemzeti főhászunk megénekli, őseinket felhozád Kárpát-Szent bércére. Vita nélkül állíthatjuk, hogy Magyarország joggal létezik több mint 1100 éve a Kárpát-medencében. Eleink megküzdöttek azért, hogy ma is zengjen a magyar szó Európa szívében. 103 évvel ezelőtt új feladatot is kaptunk, egy küldetést, hogy a világ magyarságát éljen bárhol is összefogjuk, és ezért a gyermekek ma már szinte nem hagyják el anélkül az iskolát, hogy ne jártak volna a határon túli magyarság valamelyik ikonikus helyszínén, hogy ne találkoztak volna ott saját korosztálybeli társaikkal. Talán észre sem veszik, hogy a kialakított barátságok keresztül már ők maguk fondják és erősítik tovább a nemzeti összetartozás kötelékét. 1920-ban kicsik lettünk ugyan, de az elmúlt évezred és különösen a legutolsó évszázad közös küzdelmei szétszakíthatatlan nemzetté kovácsolták a magyart. Így nincs mit csodálkozni 100 év elteltével azon sem, hogy az erdélyi testvéreink nem lettek mind románná, a felvidékiek nem lettek szlovákká, és még sorolhatnám Bácskától Őrvidékig. Nehezen értik ezt tőlünk nyugatabbra, de az 1920-ban meglévő, mindent megmondó magabiztosságban most sincs hiány. Nem tudják, nem értik, hogy született ez a különös magyar öntudat, pedig ők is erősítették őt ott akkor 1920. június 4-én Versailles-ban. Nem tudják, mit jelent nekünk magyarnak lenni. Azt pedig különösen nem tudják, mit jelent magyarnak lenni annak, aki ezért évtizedeken át csak a lenézést, a megvetést kapta osztály részül. Tisztelt emlékezők! Emeljük most tekintetünket egy kicsit Kárpátalja felé. Eltelt 103 hosszú esztendő. Egykori elítélőink ma a szövetségeseink. Szövetségeseink az Európai Unióban, társaink a NATO-ban. És most háborúba hívnak bennünket. A hívnak talán túl szép szó arra, ami hazánkkal kapcsolatban zajlik az Unióban. Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy abba a háborúba akarnak belesodorni minket, aminek már most is vannak magyar áldozatai. Áldozatok nem csak azokból lesznek, akik ott maradnak a csatatéren. Áldozatok a fiaik nélkül maradt anyák, a férjük nélkül gyereket nevelő asszonyok, az apa nélkül felnövő gyerekek, és áldozatok vagyunk mi is, akik nemzettársainkat gyászoljuk. Meggyőződésem, hogy nem lehet ránk haragudni azért, mert nem kérünk a háborúból. Magyarországnak túl sok volt már vérödő lábainál és lángtenger fölötte. Rengeteg áldozatot vállaltunk és vállalunk mai napig a menekültek befogadásával, és ahogy az egész ország
Szekszárd is megmozdult, mikor anyagi, tárgyi segítségre volt szükségük szomszédainknak. De Kölcseitől tudjuk azt is, mert már 200 éve megírta, hogy a szabadság nem virul a holtnak véréből. A háborút erőltették szándékait nyilvánvalóan nem a történelmi tanulságok mozgatják, nem is a szabadság ideológiájában vetett hitük. 2023-at írunk. A 21. századot tapossuk. Rutinnal repülünk az űrben, és mikrocsippeket irányítunk a gondolatainkkal. Kell, hogy legyen más megoldás. Ha úgy tetszik, kell, hogy legyen európai megoldás, ami nem a háborúba vedett minket. Mert megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. A Tolnai vármegyeszékely alpolgármesterének beszédét követően Kaszó Gyula református lelkész mondott egyházi áldást. Egyetlen ilyen elemen pont van, aki mindenkit képes összekapcsolni és összefogni, akiben mindannyian kapaszkodhatunk egyen-egyenként és közösen is. Őt lehet keresni és szem előtt tartani, akkor megvalósulhat az összetartozás, egy biztos pont tart fent, mindannyian, akik tőle függünk, közelebb kerülhetünk kapcsolatba ővele és kapcsolatba egymással. Hát ebből a megalapozó pontból folytatja tovább, Jézus a vonalat vezeti tovább, a kapcsolódás és összetartozás megtapasztalása felé. És azt mondja, viszonyulj pozitívan ehhez a biztos ponthoz. Nem csak úgy lagymatagul, el vagyok én a magam világában módon, hanem azt mondja Jézus, szeresd. Szeresd az Urat, ezt a biztos pontot, az abszolútat. Szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A Béla Király téri gyászünnepen a város és a vármegye vezetői, az intézmények társadalmi és politikai szervezetek képviselői és Szekszárd lakói elhelyezték koszorúikat az országzászlónál.